igyekszem beiktatni reggelente, mondjuk egy próba előtt, vagy akár egy előadás napon, hogyha lehet, a mozgást. Hát nyáron lesz az esküvőm, és arra jó formába kell hozni magamat, úgyhogy ez egy külön motiváció pluszba. Így készül a júliusi nagynapra Zavaros Eszter. A fiatal szoprán nem kíméli magát, beleveti magát a konditerem sűrűjébe. Heti 3-szor is eljár edzeni, rendszeresen kardiózik, de az erősítésre is odafigyel. Azt mondja, énekesként különösen fontos számára, hogy jó formában legyen, mivel a teste a hangszere. Ugye a légzés miatt az izmoknak a frissessége, az izmoknak az erőssége nagyon fontos. Mindenen dolgoznék egy kicsit, de közben mindent szeretek magamon. Tehát, hogy nincs bajom magammal, de egy kicsit mindent lehet formálni, erősíteni, izmosítani. Ehhez pedig megvannak a jól bevált módszerei. Hát ez az elliptikus trénál meg van egy nagyon jó lépcsőzőgép, hogy az embernek formásak legyenek a combjai és a feneke. Arra nagyon jó, tényleg. Az edzőtermi közeg látszólag nagyban eltér az operaház világától, de az énekes szerint mégis van hasonlóság. Mindenki izzad, itt mindenki nyög, tehát hogy mindenki küzd, szóval nincs messze az operás közektől, hozzáteszem, tehát hogy ott is mindenki küzd, és harcol, és izzad, és edz bizonyos szempontból, úgyhogy hát jó, hát ez egy más közeg, de hát ez itt, ide az ember sportolni jön. Az edzés fáradalmait kedvenc kávézójában piheni ki. Azt meséli, párjával, Szemerédi Károllyal megismerkedésük első 4 hetében kizárólag kávézni jártak. A jelek szerint az énekesnőért meg kellett küzdeni. Durván 3,5–4 hét után én azt kértem a vőlegényemtől, most már a vőlegényemtől, akkor még csak akkor a kollégámtól, hogy Karesz, nagyon jó, hogy kávézunk, és nagyon szeretek veled lenni, de szerintem lassítsunk. Amire megkérdezte, hogy de mégis miből? Így indult. Már kislányként vonzotta a színpad, amit jól ismert balettművész édesanyja révén. 7 évig fuvalázott, sokáig pedig színésznek készült. Végül a Zeneakadémián kötött ki, amivel párhuzamosan magyar-angol kommunikáció szakon tanult. Ezt nem is bánta meg, ugyanis a Zeneakadémia elvégzésével nem vezetett egyenes út az operába. A bölcsészkar segítségében én máshova el tudtam helyezkedni. Ez volt fogorvosi rendelő recepciója, volt kereskedelmi tévé, úgyhogy színes a paletta, hogy úgy mondjam. Egyébként női ruházati boltban is voltam eladó. Nehéz volt egy napi kereskedelmi televízió 12 óra munka mellett, utána még összeegyeztetni, hogy el tudjak menni énekórára, meg egyébként akkor még németre is jártam, hogy megtanuljak németül. És nehéz volt felkészülni előéneklésekre, áriát tanulni, darabot tanulni, fejlődni, szóval ezek nehezek voltak. Azt mondja, nem az a feladós típus, habár sokszor próbálták a víz alá nyomni. 4 éve debütált az Erkel Színház színpadán, Verdi Rigolettójában az apródot alakította, amely karakter rendkívül emlékezetes maradt számára. Zenekari ülőpróba volt, és annyira izgultam a zenekari ülőpróba előtt, hogy teljesen elment a hangom. Oda mentem Kovács Jánoshoz, aki vezényelte a darabot, és mondtam, hogy Karnagy úr, én nagyon rostellem, de bár 4 mondat, de nem tudom elénekelni, mert egyszerűen elment a hangom, annyira izgulok. És mosolygott, nagyon kedves volt, és mondta, hogy semmi probléma, hallgassam a zenét, mert legalább jobban megismerem a darabot. Úgyhogy hallgattam a zenét, megismertem a darabot, és ő beénekelte, amit nekem kellett volna. Az előadáson természetesen már minden ment a maga útján. Eleinte kisebb szerepekben láthattuk, nemrég kapta meg élete első operaházi főszerepét, a Cigánybáróban Szaffit játszotta. Szenvedélye a zene, a színjátszás és még valami. Szeretem nagyon a divatot, meg szeretek vásárolni. Mi a gyengébb? Cipő? Cipők. Igen, egyértelműen, tehát, hogy nagyon. Ott igen, van is sok otthon, kéne belőle szelektálni. Nem tudom, igazából nem tartom számon, de hát kéne belőle szelektálni. Amit máskor fogunk, most inkább új darab után nézünk. Ebből fogok kérni egyet. Na például ez is ilyen. Tehát, hogy nem feltétlenül egy extravagáns valami, de úgy van benne valami, ami más. Ebből kérek is egy méretet. Látszólag jó, de nézzük, mit szól hozzá a művésznő. Nagyon tetszik, csak nagy. Jaj, legalábbis a 40-es ebből, de nekem nagyon tetszik, szerintem tök extra. biztos, ami biztos, alszik rá egyet. Cipőüzletből ki, ruhaüzletbe be. Igazából én mindenfajta ruhát szeretek, igazából ezt néztem ki a neten, mert van egy-két olyan márka most, akik ilyen nagyon környezetbarát dolgokat találnak ki, és nekem ez tökre tetszik. Kicsit ilyen környezettudatos élet. Azt nem mondom, hogy én mindenben, de próbálok azért én is valamennyire környezettudatosan élni. És ez a ruha, ez pont egyébként ilyen tengerparti szemétből lett készítve, és én annyira kíváncsi voltam, hogy hogy néz ki, de egyébként abszolút nem lehet rajta látni. Örömmel jelentem, hogy ez nem az én ruhám. Zavaros Eszter elsősorban harmóniára törekszik, és nem csak az öltözékében, hanem a magánéletében és a színpadon is. A jövőben tehát egy boldog házasság mellett építgeti majd énekesi karrierjét, az évad végéig pedig az Ariadné Naxosban és a Rigolettóban láthatják a nézők.